mivel rengeteg félreértés és probléma merül fel Saul, azaz Pál írásaival kapcsolatban, amire figyelmeztet is minket egyébként a Brit Hadsa, az új szövetség, hogy Saul írásait félre fogják értelmezni és nehéz megérteni. Ezért úgy gondoltam, hogy érdemes végigmenni egyesével a levelein és azok fejezetein, úgyhogy ezt el fogjuk kezdeni a rómaiakhoz írt levelével, és ez a sorozat erről fog szólni. Remélem, hogy mindenki hasznosnak találja majd, és halleluja. Pál, azaz a Saul levele a rómaiakhoz ötös fejezet így kezdődik. Megigazolván azért hit által békességünk van Elohimmel, Adonai Husák másiák által, aki által van menetelünk is, hitben, ahhoz a kegyelemhez, melyben állunk, és dicsekedünk az Elohim dicsőségének reménységében. Természetesen újra arról van szó, amit az előző részekben már megtárgyaltunk, hogy az ember a hite által fog megigazulni, és ez által, a hit által nyer üdvösséget. Jahushach megmutatta azt, hogy hogyan kell élnie annak, aki hit, által akar élni, a tora szerint, és így menetel ugye a hitben a kegyelemhez, így jut el a kegyelemhez, hiszen úgy él, ahogyan azt megmutatta maga a megváltó. És ezért dicséri ez által Elohimet. Az ő dicsőségét hirdeti, hiszen úgy élünk, ahogyan a megváltó élt, a hitünk által, hisz az ember hisz, és hogy mi a hit, Arról már volt szó, Zsidókhoz 11. A hit pedig a reménylet dolgoknak valósága a nem látott dolgokról való meggyőződés. Hit által értjük meg, hogy a világ Elohim beszéd által teremtetett, hogy ami látható, a láthatatlanból állott elő. Ez hit a reménylet dolgok valósága a nem látott dolgokról való meggyőződés. Hiszünk abban, hogy kegyelmet ad, és betartja az ígéretét, amit, euh, amit megígért, és abban ugye mi, akik nem láttuk magát, a hussák, az életben, hisszük azt, hogy ő volt, és az ő áldozata által majd kegyelemhez jutunk. Ezáltal hirdetjük Elohim dicsőségét. És ebben a dicsőségben lesz részünk, majd a végén amennyiben eljutunk oda. Hogy a hit mennyire nem új dolog, azt meg fogjuk tudni Habakuk második fejezet négyes versből. Azonban előző, először nézzük meg azt, hogy mi is ez a szó. Hit. Ez pedig nem más. Strongs G4102. Pistis. Pistis. jelentése HIT 240-szer szerepel az, írá, az Új Szövetségben és mindannyiszor hitet jelent többnyire, néhány össze-vissza használat is van, de általában hitet jelent, ami ugye bármiben való meggyőződés, bárminek az igazságában való meggyőződés, hit, vagy a károsában az új szövetségben, az pedig a teremtőz Elohimhez, illetve az ő dolgaihoz való hozzáállása, hite, meggyőződése és ezeknek a tisztelete az embereknek általában bizalomról szól, és egyfajta tűzről, ami az emberben él, ami a hitből születik, és ehhez csatlakozik. Tehát bizalom abban, hogy hogy elsősorban ugye az új szövetségben, a teremtőben és az ő ígéretében, de bármiben való meggyőződés, bármi igazságának az elfogadása hitből, az, az, ugye maga a hit. És amennyiben a teremtőről van szó, Elohimről van szó, ugye a meggyőződés, hogy ő létezik, és ő mindennek a teremtője, ugye erről ír Zsidókhoz 11, nem csak, hogy teremtője, hanem ő az uralkodója. Ő biztosítja a, az emberek számára az örök életet és a megváltást a megváltón keresztül, a messiákon keresztül. Amikor magáról a megváltóról van szó, akkor pedig az a hit vagy meggyőződés, hogy Hussa volt a megváltó, akin keresztül mi majd megváltást nyerhetünk a királyságba ugye Elohim királyságába. A szó töve pedig Strong's G3982 Pytho Pytho mely annyit tesz, hogy meggyőzni, meggyőződni, valamiről bízni, valamiben engedelmeskedni, vagy bizalommal állni valamihez, hinni valamiben. És ez az elsődleges jelentése a szó tövének az, hogy meggyőzni valakit, vagy meggyőződni valamiről, megnyugtatni valakit, vagy pedig Úgymond meggyőzve lenni valami által. Hinni valamiben. Hallgatni, engedelmeskedni, vagy engedni valaminek, együttműködni valamivel. Bízni valamiben, bizalommal lenni valami felé, és biztosnak lenni valamiben. Meggyőzni, ez az elsődleges jelentése. És természetesen az is, hogy egyetérteni valamivel. Meggyőződni valamiről, hinni valamiben, engedelmeskedni. Gyakorlatilag, ha behelyettesítjük a szó jelentését, akkor azt látjuk, hogy a bizalom által, a hit által, a bizalom által, az által, hogy mi hiszünk abban, bízunk abban, amit ígért a Teremtő, hogy engedelmeskedünk neki, hogy engedünk neki, hogy hajlunk rá, hogy elfogadjuk azt, amit ő, ő mond, mint igazság. Ez által juthatunk csak el hozzá. Hiszen ha valaki nem hisz abban, hogy a megváltó eljött érte és meghalt érte, akkor az, azért nem fog nyilván, arra nem vonatkozhat ez az áldozat. Ezért mondja azt, hogy hit által üdvözül az ember. Nem tud az ember annyira ö, helyesen élni, hogy az, az meggyőzze a, a teremtőt. Hiszen a, a teremtőnek az a lényeg, hogy higgyen benne az ember. Ezt akarja elsősorban. Erről szól az egész könyv. Nem arról, hogy, mint droidok, teljesítsük a parancsolatokat, hanem arról azt szeretné, hogy teljes szívből, teljes lélekből, teljes erőből csinálja az ember. Hitből csinálja. Mindig is ez volt. Ezt tudhatjuk meg, Habakuk 4 vers, ugye 2 fejezet. Ímé felfúalkodott, nem igaz ő, benne az ő lelke. Az igaz pedig az ő hite által él az igaz ember mindig is hit által élt. Ez nem egy új szövetségi találmány, hiszen Habakuk is erről írt, hogy az igaz mindig is az ő hite által élt, hiszen ő hit a teremtőben. A hit volt az, amit a teremtő mindig is keresett. Ez a szó hit pedig nem más, mint Strong's H530 Emuna Emuna Ami egy főnév, Természetesen egy héber kifejezés, és annyit tesz, mint hogy hűséges, igaz, vagy hűségesen viselkedni. És az elsős, elsődleges használata pedig az, hogy szilárdság, hűség, állhatatosság, vagy pedig állhatatos viselkedés, tehát szilárdság, hűség, állhatatosság. Ez az amiről beszél Habakuk. Az igaz ember pedig álhatatos, hűséges az igaz ember. Ugyanúgy, ahogy kiderül a zsidókhoz írt levélből. A hit által álhatatosan, hűségesen így értjük meg azt, amiről beszél a teremtő. Szilárdan állunk abban, a meggondolásunkban és abban az elvünkben, hogy ez így van, ahogyan ő ezt kijelentette, és ő befogja tartani az ő ígéretét. Ez jelenti a hit által való üdvözlés. Ha már a hitnél tartunk, egy érdekességet hagymutasak az emuná, a hit szónak a szótöve, ha visszaásunk, akkor meglátjuk azt, hogy Strong's H539, a man, a man, ami ugye a, a jól ismert a men kifejezés, ami annyit tesz, hogy úgy legyen, azonban az is hitet jelent, az, hogy valaki hisz, valamiben meggyőződik, hit, hittel teli úgy él hit szerint, biztos valamiben, vagy valami, ami megszilárdult, bizalom ezek a jelentései ennek a szónak, hogy ámen, elsősorban az írás úgy használja, mint támogatni valamit, igaz, igazolni valamit, vagy hűségesnek lenni valamihez így használja ezt a szót, hogy amen. És ez az, amiből ered maga a hit kifejezés. Nézzük meg egy néhány példát erre a, a tanákban, az Ószövetségben, erre a kifejezésre, hogy hit. Mielőtt ezt megtesszük, Strong's H539, Amen. Amen. Nézzük meg ezt a szót, csak piktografikusan, villámgyorsan. Ugye egy alef, Amen, Mem, és egy Nun alkotja ezt a szót, és az Alef maga a, az ökörnek a feje, ez jelképezi a, a vezetőt, de magát, a huát is, a Mem, a vizet, ami vért jelent, vagy pedig akár káoszt is, hatalmasságot, és a Nun pedig a magot jelenti, ami a folytonosság, az életet, jelenti. Úgyhogy ha összeolvassuk a hármat, akkor az azt jelenti, hogy az Amen, hogy maga Yahua, a vezető, az atya az, aki az élet, a folytonosságnak tulajdonképpen a, az a vize, vagy az a vére, ami ezt biztosítja számunkra. Ez a hit szó, Amen, a hit, hűség, bizonyosság, bizalom, ez a kifejezés. 5 Mózes Deberim 32-es fejezetben egy példát találunk az Imuná szóra, és ez pedig így szó, kőszikla cselekedete tökéletes, mert minden ő úta igazság. Mi az igazság? Erről már rengetegszer volt szó, az előző részekből kiderül, ebben most nem megyünk bele, esetleg később. Hűséges Elohim, ez a hűséges kifejezési témuná, azaz ami hitként szerepel Habakuk 4-es fejezetben ez itt hűséges jelent, azaz hisz, kitartó, hűséges, szilárd, álhatatos, és nem család, nem hazug, igaz és egyenes ő. Ha már az igazságnál tartunk, akkor Tehelim Zsoltárok 33-as fejezetből kiderül, hogy mi is ez 4-es mert Jahu a szava igaz. Minden cselekedete hűséges, ez a szó hűséges, nem más, mint immuná, ugye, ami hit, ként is szerepel. Minden cselekedete hűséges a saját szavához. Ő nem szegi meg a saját szavát, ezt várja el tőlünk, és amit megmond, az úgy van, és a hit, amiről Saul beszél, az az a hit, hogy mi elhisszük, hogy ez így van. Nézzük tovább, szereti az igazságot, mi az igazság, és törvényt. Jahú a kegyelmével telve a föld. Szereti az igazságot és a törvényt. Minden szava igaz, minden cselekedete hűséges. Zsoltárok szintén tehelim 37, bízál Jahuában és jó cselekedjél, mi a jó cselekedet, Jahua szava és az ő instrukciói által való élet. E földön lakozzál és hűséggel, éj, hűséggel, ez a kifejezés imuná, azaz hit. Utolsó Zsoltárok százas tehelim, mert jó Jahua, örökké való az ő kegyelm és nemzedékről nemzedékre való az ő hűsége. Ez a szó imná, hűsége. Érdekes az, hogy angolul ugye a százas, ötös vers úgy fordítja, hogy his truth, szóval az ő igazsága örökké él, nem pedig az ő hűsége. Egyébként számtalanszor igazságának fordítja, és nem hűségének az angol fordítás. Az új fordítás magyarul szintén valami oknál fogva hűségének fordította le. A lényeg a lényeg, hogy hűség és igazság egyaránt az immuná, azaz a hit kifejezés. De hogy megnézzük azt is, amikor valóban igazságnak fordítják le, példabeszédek Misli 12-es fejezet, 16-os vers, így szól. aki igazán szó megjelenti az igazságot, a hamis bizonyság pedig álnokságot ugye jelenít meg. Ez a szó igazság, aki igazán szól, az megjeleníti az igazságot. Ez a szó igazán, ez imuná, az, az azonos, azzal a hittel, vagy a hűségessel, azzal az áltatossal, a szilárdal, a kitartóval, azzal, aki bízik, aki, akinek van bizalma a huában. Ez az, aki igazat szól, aki az ő szavát beszél, és úgy él, ahogyan ő élt. Ő az, aki igazán szól, és ő megjeleníti az igazságot. A lényeg az, hogy a hit, amit hit szónak fordítanak máshol, az itt igazságot jelent. Még egy másfajta jelentését ugyanek az émű szónak, Izsaiás és Jahu, 33-as, 6-os, és békés lesz a te időd, ez a szó békés, ez ná békés lesz a te időd, gazdag boldogságban. Boldogság ugye üdvözülés jelent a Károli verzióban, úgyhogy üdvösséget jelent a boldogság. Bölcsességben és tudományban, hogy a hua félelme lesz a kincse. Ez a szó békés, ez immunál, azaz hit, vagy hűséges, stabil, de békés lesz. Az angol verzióban ez a szó itt stabilitásként van lefordítva, és a boldogság pedig salvation, az az üdvösség, úgyhogy ezért, ezért tanácsolom mindenkinek, aki, aki, képes rá, annak érdemes mindenképpen több verziót olvasni, hiszen így többet ki tud deríteni bizonyos dolgokról, de nem feltétlen kötelező, azonban ahogy látjátok, rengeteget ki lehet deríteni, hogyha az ember utána ás egy kicsit. Térünk azonban vissza a rómaiakhoz, és a hármas vesítszól nem csak pedig, hanem dicsekedünk a háborúságokban is, tudván, hogy a háborúság békességes tűrést nemz. Ugye nem csak a reménység az, amiben az ember dicsőül, úgymond, hanem a háborúságban is. Tehát az ember örül a megpróbáltatásoknak is, hiszen tudja azt, hogy ebből a megpróbáltatásból türelem fakad, békességes tűrés. Türelem fakad a megpróbáltatásokból nem csak az ajándékot fogadja az ember, hanem elfogadja azt is, hogy a megpróbáltatások során türelem az, ami kialakul az emberben, és a türelem egy nagyon-nagyon fontos tulajdonság a teremtőnek. A türelem, a békességes tűrés pedig próbatételt, a próbatétel pedig reménységet. A türelem ugye a próbatétel, és a próbatétel során pedig reménység az, ami kialakul az emberben. A reménység ötös vers pedig nem szégyenít meg, mert az Elohimnek szeretete kitöltetett a mi szívünkbe, a Szent Lélek Ruach Hakodes által kiadatott nékünk. A reménység a vége annak, hogy az ember türelmesen állja a próbatételeket, és a háborúságot, a megpróbáltatásokat, hiszen ahogyan az ember tűr, úgy fokozatosan erősödik benne az a hit, Amiről beszélt itt, és az a reménység, amiről ugye zsidókhoz 11-ben olvastunk, az a reménység erősödik benne, mert hisz és az Isten, az Elohim szeretete az, ami a, az ember szívében él a megpróbáltatásokon keresztül, és maga a Szentlélek az, ami átsegíti ezen, a rohakhakodás az, ami átsegíti az embert a próbatételen, a megpróbáltatásokon, és türelmet nemz, a végeredmény pedig az, hogy a reménysége megmarad az embernek. Mindez pedig Elohim szeretete, ami a Szentlélek a Ruach Hakodes által adatott meg nékünk. Hatos vers, mert Mesiák, mikor még erőtlenek valánk, a maga idejében meghalt a gonoszokért. Ugye, az ajándék már akkor eljött, amikor még az ember úgymond gonosz volt a gonosz, pedig eh, tudjuk nagyon hogy a gonosz, aki nem cselekszi a teremtő szavát. Tehát az ajándék hamarabb jött, mint ahogy az emberek meg kellett változni. Ezért ajándék. Érdekes az, amit a hetesben ír bizonyára, igazért is alig hal meg valaki, tehát még azért, aki a helyes úton jár is, Alig vállalná valaki a halált, ám a jóért talán csak meg merne halni valaki. A jóért talán valaki meghalna. Azonban mi, mi történt a másiek esetében? 8-as vers Elohim pedig a mi hozzánk való szeretetét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Siák, mert érettünk, meghalt. Ugye a teremtő pedig megmutatta a szeretetét, ez az igazi szeretet, hogy ő akkor is szeretett minket, mikor még gonoszok voltunk, és nem jártunk az ő útján, és már akkor elküldte értünk a megváltót, hogy meghalljon a bűneinkért, ugye természetesen ez akkor ő a rómaiakhoz ír, és ez egy más kontextus, de ma értelmezzük úgy nyilván, hogy értünk azokért, akik járni szeretnének ezen az úton. Tehát az igazi szeretet az, amikor még az előtt megmutatta, megtette ezt, mikor mi megváltoztunk volna. Csak az ismétlés kedvér mit is jelent a gonosz, ki a gonosz, ez ugye Ezekiel 18.27, 18-as fejezet 27 es vers, és ha a gonosz tevő megtér az ő gonoszságától, melyet cselekedett, és a törvény szerint, és igazságot cselekszik, ez az ő lelkét megtartja életben, tehát a törvény szerinti élet az igazság, és ennek ellenkezője a gonoszság, ugye erről beszél, aki nem a törvény szerint élt, azokért meghalt, és ez mutatta meg Elohim felénk való szeretetét. 9. vers, minek utána azért most megigazultunk az ő vére által, sokkal inkább megtartatunk a harag ellen, ő általa. Ez az, ami. Az ő áldozata az, ami tulajdonképpen üdvösséget jelent az embernek. Aki ezt elfogadja, az ez által fogja az üdvösséget megkapni a végén, amennyiben kitart mindvégig, természetesen. Tízes. Mert ha, mikor ellenségei voltunk, megbékéltünk Elohimmel az ő fiának halála által, sokkal inkább megtartatunk az ő élete által, minek utána megbékéltünk vele. Ugye először elfogadjuk azt, hogy a halála által ez az áldozat, ami bűneinkért, így szövetséget kötünk a teremtővel, azután pedig ugye ő feltámadt, és ez által tartatunk meg a hit, az az ebbe vezetett hit, ami megtartja az embert. Tehát amennyiben megbékéltünk vele a halála által, megtartatunk az ő élete által, ugye, ha amennyiben úgy élünk békességben vele. Hogyan élhetünk békességben vele? Természetesen úgy, hogy a törvények szerint élünk. zk 18. 20-as fejezet, amely lélek védkezik, annak meg kell halnia. A fiú ne viselje az apa vétkét, se az apa ne viselje a fiú vétkét az igazon legyen az ő igazsága, a gonoszon az ő gonossága. Ugye itt megbékélésről beszél, nézzük, mit ír az -e tovább. És ha a gonosztevő megtér minden védkéből, melyeket cselekedett, és megtartja minden parancsolatimat, és a törvény szerint és igazságot cselekszik, élvén éljen, meg ne halljon. Semmi gonosságáról, melyet cselekedett, emlékezés nem lészen az ő igazságáért, melyet cselekedet élni fog ugyanúgy mi is élünk, amennyiben megtérünk, és a parancsolat törvény szerint igazságot cselekszünk. 12. vers. Annak okáért miképpen egy ember által jött be a világra a bűn, és a bűn által a halál, és aképpen a halál minden emberre elhatott, mivel hogy mindenek védkeztek, ez ugye Ádámra utal vissza, nézzük meg, hogy mi is ez a bűn. Egy 3-as -e -e fejezet, Négyes valaki a bűn cselekszi, az törvénytelenséget is cselekszi, a bűn pedig törvénytelenség. Tehát a bűn az azt jelenti, hogy valaki a törvények ellenére él. Ez pedig Ádám által került ugye az emberiségbe, hiszen ő a törvények ellenére élt, hiszen az volt a törvény, hogy ne egyen abból a gyümölcsből, ennek ellenére ő evett. És az az engedetlenség, onnantól kezdve azt szülte, hogy mindenkiben benne volt ez a bűn. Ami még egyszer törvénytelenség, ugye 1 János 3-4. Onnan tudjuk azt, hogy mindannyiunkban benne van a bűn miatta, azt pedig kiderül, 1 Mózes Berasít 5-3-ból élt vala pedig Ádám 130 esztendőt, és nemzefiakat az ő képére és hasonlatosságára és nevezi annak nevét sétnek. Tehát, azok, akik azt mondják, hogy ó, minket, minket Elohim az ő saját képére és hasonlatosságára teremtett, ez így igaz, azonban mi már Ádám képére és hasonlatosságára ö, ö, születtünk meg. Hiszen Beresít egy 27 így teremtett át tehát Elohim az embert az ő képére. Elohim képére teremté őt, férfia és asszonyját, tehát minket valóban az ő képére teremtett, azonban mi már Ádám képére és hasonlatosságára születtünk meg. Ami azt jelenti, hogy a bűn, bűnnel együtt születtünk meg, azzal az engedetlenséggel, amit Ádám hozott a világra. Mert a törvényig vala bűn a világon. A bűn azonban nem számítatik be, ha nincsen törvény mit jelent ez, hogy a törvényig vala bűn a világon? A törvényig az azt jelenti, hogy Mózes adta a törvényt, de már addig is volt bűn a világon, hiszen Ádám esetében már volt bűn, és onnantól kezdve mindenkinek az életében jelen volt a bűn. Annak ellenére, hogy nem volt törvény, azonban ha nincs törvény, akkor a bűn nem számítatik be. Hiszen még akkor nem volt nekik a mózesi törvény. Ennek ellenére azonban a halál volt a sorsa mindenkinek Ádámtól Mózesig, azoknak is, akik nem úgy védkeztek, mint Ádám. Erről ír a 14-es vers, hiszen Ádám volt maga Jehusáha másiáknak az előképe, a kiábrázolása. 14. Úgy, de a halál uralkodott Ádámtól Mózesig azokon is, akik nem az Ádám esetének hasonlatossága szerint védkeztek, aki ama következőnek következendőnek kiábrázolása vala. Ő az, aki a bűnt elhozta az emberiségre, miatta a következők meghaltak egész Mózesig, akik az ő leszármazottai voltak. Így ő volt a képe másjáknak. Azonban másják az életet hozza. Erről ír a 15-ös vers. De a kegyelmi ajándék nem úgy, mint a bűn. Mert ha Amaz egynek esete miatt sokan haltak meg, Ugye, az ajándék az ellenkezője annak, mint ami akkor volt a bűnes eset, bűneset esetében. Mert az egy ember által, ugye, bekerült a bűnés emiatt rengetegen meghaltak. Az Elohim kegyelme és a kegyelméből való ajándék, mely az egy emberi és sokkal inkább elhatott sokakra. Ugyanúgy, ugyanúgy a husakmásiák áldozata mindenkire hatással lesz, aki úgy él ahogyan ő él. Ez a teremtő kegyelme. És ez az ajándék. Ezt nem érdemelte ki senki. Ez volt a terv a kezdetektől fogva. Ő pontosan tudta, hogy ennek el kell jönni, hiszen tudta a kezdettől a véget, úgyhogy számára nem volt ez, ez meglepetés úgy, mint a mi számunkra. Mi gondoljuk azt, hogy ó, ő neki ezt el kellett itt játszani ezt a dolgot. Ő a kezdetektől tudta, hogy ennek meg kell történni, hiszen az ember nem lesz képes úgy élni. És a kegyelméből jött az ajándék, és ez az ajándék nem más, mint a huságha áldozata, akkor, amikor még mi bűnösök voltunk, már akkor megtörtént az áldozat. Úgyhogy ő egyáltalán nem egy, egy haragos és, és gyűlölködő hatalmasság, hanem ő az, aki pontosan megmutatja az ő szeretetét azáltal, hogy elküldi mindenkinek az áldozatot, még akkor, amikor az ember bűnben él, azért, hogy amennyiben hisz és megváltozik és megtér, akkor ne halljon meg. Úgy, ahogyan azt leírta Ezekiel, ha a gonosztevő megtér minden védkéből, melyeket cselekedett, és megtartja minden parancsolatimat, és törvény szerint igazságot cselekszik, élvén, éljen és meg ne halljon. Erről szól, hogy a húsák a másik áldozata. 16. És ez az ajándék sem olyan, pontosan, mint amilyen Ádám esetében volt, mint egy védkező által, mert az ítélet egyből lett kárhozottá, az ajándék pedig sok bűnből való igazulásra. Ugye egy bűnt követett el Ádám, és ezáltal kárhozottá vált míg mi rengeteg bűnt elkövettünk, és ebből egy ajándék által megigazultunk. Úgyhogy pont fordítva volt. Tehát helyrehozta azt, amit Ádám akkor elrontott. Ádám egy bűnt követett el, ebből rengetegen kárhozottá váltak, míg az ajándék egy volt, egy áldozat, és ebből rengetegen megigazulhatnak. 17. Mert ha az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál az egy által, ez ugye Ádám megint csak, aki bűnbe esett és a halál uralkodott miatta, sokkal inkább az életben uralkodnak az egy Jehússága által azok, kik a kegyelemnek és az igazság ajándékának bővölködésben részesülnek. És akkor amennyiben egy által a halál uralkodott, az élet fog uralkodni a, a másiák által azok, akik részesülnek ebben a kegyelemben, és az igazság ajándékának ugye a bővölködésében. Az igazság ajándéka természetesen az igazság az, aki az ő útján jár. Ha a gonosztevő megtér a gonosságától, melyet egy cselekedet és a törvény szerint, és igazságot cselekszik, ez az ő lelkét megtartja életben. Ugyanúgy, ahogy itt írja. Ez az igazság ajándéka. A hit által elfogadjuk a másiákot, ő maga az ajándék, ezáltal kegyelmet nyerünk, és részesülünk ennek a, a gyümölcsében. 18. Bizonyára azért, miképpen egynek bűnesete által minden emberre elhatott a kárhozat, szintén Ádám, ugye amennyiben egy ember bűnt követte, és mindenki kárhozatra küldez, azonképpen egynek igazsága által minden emberre elhat az életnek megigazolása. Ugyanúgy, egy ember az, aki meghal, ez a másják. ő az, aki tökéletes volt, ellentétben Ádámmal, és ez minden emberre kihat az ő igazolása, illetve ez az üdvösség az ő áldozata által. Mert miképpen egy embernek engedetlensége által sokan bűnösökké lettek, Ádám, azonképpen egynek engedelmessége által sokan igazakká lesznek, a Hamásiák. Egy bűnös, Megfertő sokakat, egy igaz, megvált sokakat. A törvény pedig bejött, meg, a, meg lett a, a Mózes, úgymond Mózesi törvény, a második, második Mózes húsz. Ugye az a fejezet, hogy a bűn megnövekedjék, hiszen a törvény megmutatja most már, hogy az ember mennyire bűnös, de ahol megnövekedik a bűn, ott a kegyelem sokkal inkább bővölködik, hiszen aki minél bű, bűnösebb az ember, annál inkább a kegyelem, annál inkább nagy ajándék azok számára, akik rengeteg bűnt követtek el, hiszen minél több a bűn nyilván, annál nagyobb megbocsátás szükséges a teremtőtől, hogy miképpen uralkodott a bűn halálra, hiszen a bűn fizetsége halál volt, és az is mind a mai napig azonképpen a kegyelem is uralkodjék igazság által az örök életre a mi Adonájunk Jehúság másják által. Azonképpen uralkodik az ajándék, a kegyelem, az a kegyelem, amit, amit Elohim adott számunkra, Jehúság ha áldozata áldozat által. Azonban azt elfelejtik legtöbben, hogy az igazság szó idebe van szúrva. Az igazság pedig, ahogy láttuk azt, Ezekiel 18.21, hogyha ha a gonosztevő megtér minden vétkéből, melyek cselekedett, megtartja minden parancsolatimat, törvény szerint, és igazságot cselekszik, élvén éljen meg, ne haja. Az igazság a törvény és az ő parancsolatai. De Zsoltáros 119, Tehelim 119, 142 elmondja pontosan, a te igazságod, örökké igazsága, te törvényed igaz. Ez az igazság pedig az ő törvénye. Úgyhogy amennyiben az ember a törvények szerint él, örök életre jutja húsak a másják által, hiszen az igazság által az örök életre, és ezt a kis szót itt kifelejtik a legtöbben. Azt gondolják, hogy a kegyelem azt jelenti, hogy valaki elhiszi ezt, és onnantól kezdve e, szabad rablás van, azonban az igazságot nem véletlenül írta ide Saul, hiszen ezek az emberek tudták, hogy az igazság azt jelenti, hogy valaki a törvények szerint él. Ugyanúgy, ahogy Zékielben leírta, 27-es versben, ahogy Zsoltárokban leírta, ahogyan leírta ez a 21es versben szintén, és még számtalan más helyen, ha megnézzük, Zsoltárok 119.30.36, az igazság útját választottam, a te ítéleteid forognak előttem, ítéleteid egy, ragaszkodom a te bizonyságaidhoz, bizonyság az 2, a te parancsolataidnak útján járok, parancsolat három, taníts meg a te rendeléseidnek útjára, rendelés 4, oktas, hogy megőrizzem a te törvényedet, törvényed 5. Ez az igazság útja, ez az igazság által az örök életre. Adonája hussák a által. Nézzük meg azt az igazság szót azonban egy kicsit jobban. Ez a szó nem más itt, mint a görög szó Strong's G, 1343. suné. De, De, De Sunne, ami azt jelenti, szélesebb értelemben itt arról van szó, hogy egy olyan állapot, ami elfogadható Elohim számára, a Teremtő számára. Egy olyan igazság, egy olyan állapot, valaki, aki olyan állapotban van, amiben kellene, hogy legyen, ami elfogadható az a Teremtő által vagy pedig az a tanítás, ami arra vonatkozik, az arra az útra vonatkozik, amelyen az embernek járnia kell Elohim szerint. Úgyhogy az első két jelentése a teremtő törvényeire vonatkozik. Azt jelenti az igazság. Csak később említi meg azt, amit ugye szerintünk az igazság jelent, ugye azt, amikor mindenki a saját feje után megy, és amit igaznak tart, azt csinálja. Azonban az írás elsősorban olyan értelemben használja, ami elfogadható a teremtő számára. Tudván, hogy mi az igazság, és behelyettesítjük azt ide, ugye az EKL versek alapján, vagy pedig a Zsoltárok 119.30.34 alapján, tudván, hogy ez a törvény, a parancsolat, a rendelés, a Tora a maga az instrukciók, azok által uralkodik a kegyelem. Az örök életet azáltal kapjuk meg, és úgy leszünk mi is részei ennek a királyságnak, amire azt mondta a megváltója Husaka 6-os 6.33-ban, hanem keresétek először Elohim országát és az ő igazságát. És ezek mind megadatnak néktek. Ne foglalkozunk semmivel, csak keresjük az ő országát és az ő igazságát. Nem véletlenül tette hozzá az igazságát itt is és itt is azt mondja, hogy az igazság által. Hiszen az igazság az, amit ő igazságnak vél, azt pedig ő leírta az ő szavában. Elküldte a megváltót azért, hogy meghalljon a bűneinket, amit tudatlanságunkban korábban elkövettünk. Azért, mert mindenki bűnösnek született egy ember által, elküldött egy másikat, egy tökéletes, aki az igazság által tökéletesen élt, aki meghalt, és által a kegyelmet nyerünk. Az ő belévetett hit által, ahogyan azt láttuk a, a fejezet elején. Azonban az nem azt jelenti, hogy az igazság, ami az ő szava, az instrukciói, a torája, az el van hajítva. Hiszen erről itt nem beszél. Itt csak arról beszél, hogy a kegyelem az ezáltal, a személy által jött el, és mi a hit által kapjuk meg. Nem a munkásságunk által, azonban a hit cselekedetekben fog megnyilvánulni, ahogyan azt már biztosan mindenki tudja, Jakab második fejezet. Hogyan keresheti valaki az ő igazságát úgy, hogy tanulmányozza az írást? Erre figyelmezteti Timóteust is, Saul, igyekezzél, hogy Elohim előtt becsületesen megáll, mint oly munkás, aki szégyen nem val, aki helyesen hasogatja az igazságnak beszédét. Igyekezzél, azaz tanuljál. Tanulmányoz az ő szavát, az igazságnak beszédét. Mi az igazság az, amit Elohim kijelentett igazságnak? Ezt tanulmányozd, igyekezz, hogy szégyent ne vaj mindenhol ott van az igazság. Az igazság nem azt jelenti, amit mi a lexikonból kinézünk, hogy igazság. Az igazság azt jelenti, amit ő meghatározott, hogy igazság. Ezért mutattam meg, hogy mi az, ami számára igazság, és így mindenki be tudja helyettesíteni az igazság beszéde, az a, az, a, az Szövetség. A teremtéstől malakiásig az egész, az összes törvény, minden az igazság beszéde. Aki ezt ismeri, igyekszik és tanulmányozza, az nem fog szégyent vallani, és az az, aki örök életet nyer a vége. Hiszen az a, a hit által megkapja majd a Szentlélek erejét, ahogyan arról itt írt Saul. A Szentlélek, az, aki megadatott nékünk, azt kérjük, Tanulmányozzuk az írást, megértsük, hogy mi az, amit akar, a Szentlélek elvezet minket, és onnantól kezdve azt fogjuk cselekedni, és így válik a hit teljessé, ahogyan azt megláttuk az előző részben. Úgyhogy erről és haú, mindvégig folyamatosan azt szeretnénk, ha megértenénk, hogy a hit elengedhetetlen ahhoz, hogy, hogy a Teremtő elfogadjon minket hiszen hit nélkül lehetetlen Elohimnek tetszeni, mert aki elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Aki hisz, keresni fogja, az megkapja majd a Szent Lélek segítségét, úgy fog élni ezáltal, és így eljut, amennyiben kitart a végéig. Úgyhogy összefoglalván, hit jön először, a hit után ugye türelem, a próbatételeken keresztül reménység, ezután megkapjuk a szent lélek erejét, ezután elkezdjük tanulmányozni, hogy szégyenne valljunk, Ugye erre figyelmezteti Timóteust is, de erre figyelmeztet minket a zsidókhoz írt levél is, hogy hit nélkül lehetetlen neki tetszeni, akik őt keresik, azokat jutalmazza meg, nem mindenkit, hanem akik őt keresik, nem akik vadásznak az igazságra, meg az érdekességekre, meg a kuriózumokra, meg az ellentmondásokat keresik, hanem akik őt keresik, azok azok, akiket megjutalmazza. Ezután tanulunk, a Szentélek segítségével kitartunk a próbatételekben, ezt mondja ugye Mati, Jehu Máté tízesben, és gyűlöletesek lesznek mindenki előtt az én nevémért, de aki mind végig megáll, az megtartatik. Aki mind végig megáll, nincs olyan, hogy én elhiszem, és onnantól kezdve én bármit tehetek, és én meg vagyok üdvözölve, és én már ott vagyok. Aki mind végig megáll ebben a folyamatban, az az, aki eljut odáig és nem azt mondja, hogy a kegyelem van, és onnantól kezdve mindent lehet csinálni. Úgyhogy ezt szerettem volna a rómaiakhoz ötről elmondani, és folytatjuk tovább, remélem hasznosnak találtátok mindenkinek a legjobbakat, és halleluja! Még annyit hozzátennék, hogy a Google Plus-on is megtalálhatjátok az Infobubble csatornát, mind a kettőt, ahol extra tartalmakat helyezek el, és akit érdekel, átböngészhetitek ezeket is. Kövessétek mind a kettőt. Amennyiben tetszett a videó, kérlek kattintsatok a like gombra, ha hasznosnak találtátok, osszátok meg ismerőseitekkel, és bármiféle hozzászólásatok, megjegyzésetek, javaslatotok van, azt ide írhatjátok, valamint az elérhetőségeket megtaláljátok a leírás részben, ahol kapcsolatba léphettek velem, és még sok extra információt is találtok itt. Mindenkinek a legjobbakat, halleluja!